Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon állása elvesztésével fenyegette meg a jegyzőt az ÉSZ képviselője. Átadták a német házat Bátaszéken, közel 30 millió forintból újították fel az épület részt. Fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet a rendőrség, több baleset is történt hétvégén Tolna megye útjain. Befejeződött az Asa csarnok felújítása, 800 millió forintból valósult meg a beruházás. Állása elvesztésével fenyegette nyilvánosan Szekszárd jegyzőjét egy helyi önkormányzati képviselő. Az Észes Illés Tamás azt mondta a hétfői közgyűlésen a hivatalt vezető dr. Gábor Ferencnek, hogy rosszul mutat majd az önélet rajzában, ha az áprilisi választás után felmondanak neki. Mindenre azért került sor, mert a jegyző, élve a rárót feladattal, meghozott egy döntést, amiben Illés Tamás is szeretett volna beleszólni. A jegyzőt egyébként a polgármester alkalmazza, nem a közgyűlés, vagyis a képviselők nem mondhatnak fel neki. És idén amúgy is parlamenti választások lesznek, tehát azok semmilyen módon nem befolyásolhatják a hivatal dolgozóinak munkáját. A Fidesz frakció vezetője önmérsékletre szólította fel Illés Tamást. Igenis, hogy lefolytat ez ügyben egyeztetéseket, különösen így április 3-a előtt 60 nappal fordulhat bárhogy a kocka, és nem biztos, hogy egy ilyen elfogult névsor akkor majd jó fényt vet az önéletrajzba későbbiekbe. A munkahelye elvesztésével fenyegette burkoltan a szekszári polgármesteri hivatalt irányító jegyzőt, az Észes Illés Tamás a hétfői közgyűlésen. Az indulatos kirohanásra azért került sor, mert Illés Tamás kifogásolta a helyi választási bizottság összeállításának módját, amire a jegyző azt mondta, az mindenhol bevett gyakorlat, hogy ezt a munkát a hivatal vezetői végzik el. A nem mindennapi fenyegetés a Fidesz frakció vezetőjéből választ váltott ki. Nem szabad ilyet csinálni szerintem, tehát megfenyegeted a jegyzőt, hogy lesz majd, amikor már tényleg nyertétek, előbb nyerjétek meg a választást, és akkor utána se kell ilyeneket csinálni, tehát úgy gondolom nem fenyegetjük a hivatali dolgozókat, ez szerintem kellemetlen, ezt mondd vissza Tamás. A napi rendek között szerepelt a város egy 476 millió forintos tartozása is. 2018 és 2020 között ugyanis ennyi hátraléka keletkezett az önkormányzatnak a volánbusz felé a helyi tömegközlekedés biztosítása során. A Tolnai megyeszékhelyen már évek óta küzdenek azzal, hogy a szolgáltatás veszteséges. Igazán jó megoldást eddig még nem sikerült találni. Most arról döntöttek a képviselők, hogy módosításokat kérnek a tartozásról szóló szerződésben. Fizetési megállapodást ebben a formában nem fogadja el a közgyűlés. Tájékoztatja a Volánbusz ZRT-t, hogy a megállapított tőketartozást 476.614.439 forintot szándékában áll maradéktalanul megfizetni. Fizetési szándékának igazolására a javaslata szerint módosított fizetési megállapodás mindkét fél által történő aláírását követően 5 munkanapon belül 106 millió forintot kifizet a Volánbusz ZRT-nek. Ezek mellett díjak átadásról is tárgyaltak a képviselők, így zárt ülésen választották ki azt, hogy kik kapják idén a Szekszárd sportolója, a Szekszárd edzője, valamint a Szekszárd büszkesége nevű elismeréseket. Az elmúlt 3 nap összesen 45.407 új koronavírus megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.553.405 főre nőtte a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 176, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.405 főre emelkedett. 3.903 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 150-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.363.000-en kaptak. Tolna megyében az elmúlt 3 napban 879 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 32.220-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Átadták a bátaszéki németségházát szombaton, közel 30 millió forintból újították fel a helyi önkormányzattól kapott ingatlan több mint 170 négyzetmétert. A projektet Magyarország kormánya, a német állam és a helyi önkormányzat is támogatta. A tervek szerint az épület regionális találkozási pontként is működik majd a jövőben. Az ingatlan ünnepélyes átadóján részt vett Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, Magyarország kormánya nagy hangsúlyt fektet a nemzeti közösségek, kisebbségek támogatására. Áldjon meg benneteket és ezt a házat a mindenható... A helyi plébános szentelte meg a bátaszéki németség új otthonát. Ezzel indult a felújított nemzetiségi ház átadása.
A város németeinek régi vágya volt már, hogy egy olyan saját tulajdonú ingatlanuk legyen, ahol zavartalanul élhetik egyesületi hétköznapjaikat. Ez az épület, ez egy csoda, nagyon-nagyon jó fekvése van, közel a rendezvénytérhez, ugye egy nagyon frekventált helyen fekszik a városba, és hatalmas, impozáns méretei vannak, több mint 500 négyzetméterről beszélhetünk, különálló épületrészekről, amiket önállóan is fogunk tudni reményeink szerint hasznosítani. Egy valódi komplexumot álmodtunk ide meg. A szombati ünnepségen a felújítás első ütemét zárták le, és adták át használatba a német közösség számára. A közel 500 négyzetméter területű ingatlan mintegy 170 négyzetméterét sikerült felújítani, közel 30 millió forintból, melyből 20 milliót a magyar kormány adott az egyesületnek. Az átadón részt vett Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, tovább segítik majd az egyesület munkáját. A jövőre vonatkozóan is van még feladat. A következő két évben teljes egészében meg kell újulni ennek a háznak, ez közel 100 millió forintos beruházást jelent még, és ehhez kormányzati támogatásban bízhatnak a bátorszéki németek. A képviselő azt is hozzátette, Magyarország kormánya nagy hangsúlyt fektet a nemzeti közösségek, kisebbségek támogatására, mert fontosnak tartják a hagyományuk ápolását és a múltjuk életben tartását. A novemberi nyugdíjprémium és a januári nyugdíjemelés után februárban érkezik a 13. havi nyugdíj, mondta a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn a Facebookon közzétett videójában. Zsigó Róbert hozzátette, a kormány a járvány miatt döntött úgy, hogy még több támogatást szeretne adni az időseknek, ezért előre hozták a 13. havi nyugdíj kifizetését. Februárban tehát dupla nyugdíj érkezik. Akik átutalással kapják meg a járandóságot, ők 11-én számíthatnak a kifizetésre, a postai kézbesítés pedig már 9-én megkezdődik. A 13. havi nyugdíj kifizetésére 371 milliárd forintot fordít a kormány, amit a gazdaság jó teljesítménye tesz lehetővé. Fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági növekedésből a gyerekes családok, a munkavállalók és a fiatalok mellett az idősek is részesüljenek. A nyugdíjasok megélhetését emellett a rezsicsökkentés és több alapvető élelmiszer árának a befagyasztása is segíti. Több baleset is történt az elmúlt két napban Tolna megyei útjain, többek között Pakson, ahol 60 éves motoros ütközött egy autóval, illetve Nagykonyi környékén egy ittas férfi villanyoszlopnak csapódott, két gyerek is ült a kocsiban. Haláleset is történt, Tengelici Júlia majornál egy 20 éves férfi égett bent a járművében. Fokozott óvatosságú közlekedésre hívja fel a figyelmet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, ugyanis több köztük egy halálos kimenetű baleset is történt a megye útjain az elmúlt hétvége során. Szombaton éjjel érkezett egy bejelentés, hogy Júlia major környékén kigyulladt egy autó. A teljesen kiégett járművet egy 20 év körüli tengelici férfi vezette. Egy autóvezetője közlekedett Tengelic irányába a 62-35-ös úton az éjszakai órákban, amikor ismeretlen körülmények között lesodródott az útról. Előbb autója jobb hátuljával egy fának csapódott, ezt követően tovább sodródott, és az autó bal elejével egy másik fának is neki ütközött. Ezt követően az autó kigyulladt és teljesen kiégett. A járműben egy személy utazott, aki a helyszínen életét vesztette. Szintén szombaton Nagykonyi környékén is baleset történt. Egy 42 éves férfi részegen lesodródott az útról, és villanyoszlopnak csapódott. Az autóban négyen ültek, köztük két gyerek. Vasárnap pedig Várdomb irányából Bátaszék felé bodult fel egy autó. Az autó vezetőjének elmondása szerint járműve elé kiugrott egy vad, és ezért ő elrántotta a kormányt. Az autóvezetője ekkor elveszítette uralmát az autó felett, és az út melletti árokba csapódott, ahol felborult. Az autóban ketten utaztak, mind a ketten könnyebben sérültek meg. Pakson egy motoros közlekedett a Kornis utcában, amikor későn vette észre az előtte álló gépjárművet, neki ütközött, majd elesett. A 60 éves motoros a balesetben könnyebb sérüléseket szerzett. Február 1-től életbe lép a kormány által meghirdetett élelmiszerástop, mely a magyar családok és nyugdíjasok megsegítését szolgálja. 2-től 7 alapvető élelmiszer, a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomba csirkemel és a csirkefarhát, valamint a 2,8%-os UHT tej ára csökken a tavaly október közepén tapasztalt szintre. A kormány szerint ezzel az intézkedéssel a lakosság havonta több 1000 forintot takaríthat meg.
Pakson befejeződtek az ASE sportcsarnok felújítási munkálatai, megújult a tetőszerkezet, a belső munkálatokkal is végeztek, és megtörtént a biztonságtechnikai ellenőrzés és pályahitelesítés is, így a hétvégi bajnoki mérkőzését már a Gesztenyes úton játszotta az ASE férfi kosárlabda csapata. Már a megújult sportcsarnokban pattogtatnak a kosarasok. Befejeződtek Pakson az atomerőmű SS sportcsarnok első ütemének felújítási munkálatai. Megújult a tetőszerkezet, ahol teljes héjazat cserére került sor, és korszerű nyílászárók kerültek az emeletre. Modern technológiával készült speciális sportparkettát kapott a küzdőtér, megújultak a mobillelátók, a küzdőtéri világítás és a hangtechnika. Az Atomerőmű Sportegyesület és az MVM Atomerőmű ZRT közös pályázaton nyert forrásból valósította meg a felújítás első ütemét. Az egész finanszírozásban részt vett nyilván az atomerőmű, egyharmad részt, de ebből a TAO forrás volt a nagyon nagy összeg, amire ez a forrást az atomerőm biztosította szintén. A korszerűsítés összköltsége 800 millió forint volt, ebből mintegy 400 millió forintba került a megújult tetőszerkezet, melyre műalkotásként tekintenek. Nem műalkotásnak szántuk, de olyan szintű műalkotás lett végül az ASE csarnok, hogy az idei évben az évtető pályázaton fog indulni. Múlt héten megtörtént a biztonságtechnikai ellenőrzés és a pálya hitelesítése is, így az idei szezonban először játszhatott saját pályáján hétvégén az ASE a felújított paksi csarnokban. Hazajöttünk, végre itthon vagyunk, ez az én otthonom. Bízom benne, hogy ezt a többiek is megértik, hogy ez mennyit jelent nekünk, mennyit jelent a városnak és természetesen a klubnak, és ehhez kellenek most már az eredmények. A csarnokavatón azonban vereséget szenvedett Oroszlánytól a kiesés ellen küzdő ASE. Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot indít el Bátaszékváros önkormányzata saját forrásból, annak érdekében, hogy a településen élő és még tanuló 30 év alatti fiatalokat motiválják a még jobb tanulmányi eredmény elérésére. A jelentkezést február 10-ig lehet benyújtani azoknak, akiknek tanulmányi átlaga eléri vagy meghaladja 3,8-at. Az önkormányzat 10-20 ezer forintig terjedő havi díjazásban részesíti a jelentkezőket 5 hónapon keresztül. Következő alkalom, amikor benyújthatják majd a pályázatukat, az szeptember lesz, hiszen mindig a vizsgai időszakot követő következő fél évre szeretnénk ezt a támogatást számukra biztosítani, ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat számít a fiataljaira. Bízunk abban, hogy ezzel az ösztöndíjjal is egy kicsit a városhoz való kötődést is tudjuk erősíteni, és ha is amennyiben az életük úgy alakul, hogy Bátaszéken megtalálják a számításukat, bízunk benne, hogy a tudásukat azt a kisvárosunk fejlődése érdekében majd kamatoztatni tudják. Január végén került bejegyzésre a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség verseny naptárában a 48. Gemenc nagydíj. Az eseményre július 16-án és 17-én kerül sor Szekszárdon. Az országúti versenyeken túl az elmaradhatatlan villanyfényes háztöm körüli biciklizésre is sor kerül majd. A nagy múlttal rendelkező megméretetése idén 100-120 nemzetközi és hazai sportolót várnak majd. Újra forognak a kerekek Tolna megye egyik legjelentősebb nemzetközi sporteseménye kapcsán. A Gemenc nagydíj nemzetközi országúti kerékpáros verseny lassan 50 éve jelen van Szekszárd életében, így az idén is rajthoz állnak majd a biciklisek. 2021. december végén már megkezdődtek a 48. Gemenc nagydíj szervezésének előkészítő munkálatai. Arató Gábor, aki idén sok év kihagyás után ismét elvállalta a versenyigazgatói szerepet, beszélt a tervekről. Az idei évben 2 naposra tervezzük a versenyt, július 16 és 17-én, szombaton vasárnap. Szombat és vasárnap országúti szakaszokat tervezünk, szekszárdi céllal, és vasárnap délutánra tervezzük igazából a verseny fénypontját, a háztöm körüli versenyeket. Itt egyrészt tehetségkutató versenyeket tartunk majd, másrészt utánpótlás versenyzők számára, korosztályos versenyeket, és végül este az én már hagyományos villanyfényes háztöm körüli versenyt Pálinkás Csaba emlékére. Az elmúlt héten jegyezte be a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség a megmérettetést a versenynaptárjába, és ezután lehet a hazai, illetve a nemzetközi csapatoknak elküldeni a meghívót. Idén 100-120 versenyzőre számítanak, tette hozzá Arató Gábor.
A Magyar Kerékpáros Szövetség képviselői örömüket fejezték ki, hogy a szekszárdi szakosztályok együtt szervezik a nagy múltú versenyt, hiszen ez garancia mindenkinek arra, hogy magas színvonalú rendezvénnyel készül a sportközpont. Versenyzői oldalról most is nagyon nagy az érdeklődés a verseny iránt, csak úgy, mint ahogy ezt tapasztaltuk 20-30 évvel ezelőtt, és most is indulnak nagyon nagy nevek a versenyünkön. Hát ugye 2 évvel ezelőtt nyerte a versenyt Walter Attila, aki a tavalyi évben pedig már a Giro d'Italián az összetetten élenálló versenyzőnek járó rózsaszín mezt is megnyerte. A több évtizedes múltra visszatekintő verseny igazi rangot vívott ki magának a hazai és a nemzetközi kerékpáros versenyek sorában. Így egyértelmű cél az 50. jubileumi verseny megszervezése 2024-ben. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megújult a komlói buszpályaudvar, 1 milliárdos beruházása a Baranyai városban. Új eszközökkel segítik a Covid betegeket, 100 millióért szereztek be eszközöket Pécsen. A Somogy megyei Vörsön szállt le idén az első hazánkba visszatérő gólya, a szakértők szerint a mostani hideg nem árthat neki. Csak nem 1 milliárd forintból újult meg a komlói buszpályaudvar. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program keretéből, a pénzügyminisztérium támogatásából és az üzemeltető Volánbusz ZRT és saját forrásából valósult meg. Az ünnepélyes átadón Varga Mihály pénzügyminiszterre a vidéki Magyarország fejlesztésének fontosságáról beszélt. A magyar kormány az elmúlt évtizedben arra törekedett, hogy a vidéki Magyarország minden települése kapjon esélyt fejlesztési elképzelései megvalósítására. Az előző 7 évben 1700 milliárd forinttal támogatta a kormány a vidéki Magyarország ilyen típusú fejlesztéseit, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a megújult komlói buszpályaudvar átadó ünnepségén. Azokkal a településekkel tudunk együttműködni, ahol vannak ilyen tervek az asztalfiókban. Mindig is azt vallottam, vidéki emberként, vagy vidéki gyökerű származású emberként is, hogy ne a fővárosban, egy minisztériumban találják ki, hogy mire van szüksége Komlónak, vagy más településnek, hanem itt helyben fogalmazódjanak meg azok a fejlesztési elképzelések, amihez aztán akár egy megye, akár egy kormány hozzá tud csatlakozni, és amiben együtt tud működni a településsel. Hoppál Péter, Komló országgyűlési képviselője kiemelte, a buszpályaudvar és környezetének fejlesztése a város elmúlt 4 évének legnagyobb beruházása, ugyanakkor sok más fejlesztés is történt a településen, miközben a helyi munkanélküliségi ráta 10 év alatt 27-ről 7%-ra csökkent. Nagyon örülök annak, hogy miközben a magyar gazdaság, a kormányzati gazdaságpolitika nagy lehetőségeket nyújtott arra, hogy a fejlesztések, az infrastruktúra fejlesztések, a beruházások, azok Komlót is felemeljék erre az országos nívóra. Itt most eljutottunk oda, hogy a sok évekért és várt intézményfejlesztések mellett a vásárcsarnokot is teljesen meg tudtuk újítani a piaccal együtt, és íme itt vagyunk, a buszpályaudvar is elkészült Komlón. Pafféri Zoltán, a Volánbusz ZRT elnök vezérigazgatója elmondta, a próbaüzem jól sikerült. A városban közlekedő buszpark egy része megújult, továbbá a menetrendet a közlekedők igényeinek megfelelően alakították át, így vonalbővítést is végrehajtottak. Képzeljük el azt, hogy az egyéni közlekedést háttérbe szorítva egy jó kínálattal a közösségi közlekedés felé tereljük az utasainkat. Célunk az, hogy a szolgáltatásaink, a menetrendünk, a járműparkunk és a körülöttünk levő környezet is megújuljon, és egy korszerű, környezetbarát és kényelmes lehetőséget biztosítson az utazóknak az úti céljaik elérésére. A csaknem 1 milliárd forintból megvalósult beruházás a területi és településfejlesztési operatív program keretéből, a pénzügyminisztérium támogatásából és az üzemeltető Volánbusz ZRT saját forrásából valósult meg. A koronavírusos betegek kezelésében is kiemelt jelentőséggel bíró új keringés és légzéstámogató eszközöket kapott a Pécsi Tudományegyetem az operatív törzs jóváhagyásával az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében. Az eszközöket péntek délután mutatták be a sajtóképviselőinek a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ szívgyógyászati klinikáján. A vénából szívjuk ki a vért, átmegy a rendszeren, ez a kis hátsó része, amit meg kell mutassunk itt.
ez végzi igazából azt, amit a tüdő egy ekkora kicsi részen van, az a felület, amin keresztül tudjuk oxigenizálni a vért. A most beszerzett két darab keringést és légzést támogató eszközök egyikét mutatja a szakember a pécsi szívklinikán. Ezek a szokak gépek, amelyek a súlyos állapotú covidos betegeket segíthetik az intenzív ellátásban, mivel a koronavírus a tüdőt támadja és okoz hatalmas károkat. Olyan mértékű tüdőkárosodást tud okozni, ami mellett a hagyományos gépi lélegeztetés olyan paraméterekkel tudjuk a beteget oxigenizálni, amilyen terhelést egyszerűen az egészséges tüdő sem nagyon visel el, a beteg tüdő pedig végképp nem. Tehát ezért felértékelődnek azoknak az eljárásoknak a szerepe, amik másképp oxigenizálnak, és ennek tulajdonképpen jelenleg egyetlen módja van. Ez a tüdőpótló, vagy hivatalosabb nevét, ugye a VV ECMO kezelés. Ezt tudják a most beszerzett eszközök. Az átadón köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók munkájáért az országgyűlési képviselő. Az elmúlt most már majdnem kettő esztendőben azt a versenyfutást, amit ezzel a világjárvánnyal meg kellett vívni, azt az itteni szakemberek emberfeletti erőfeszítéssel jól végezték el. A Fidesz parlamenti képviselőjelöltje is csatlakozott kollégájához. Kővári János az egészségügyi dolgozók heroikus küzdelmét emelte ki, amit a világjárvánnyal szemben folytatnak. Az orvosi eszközöket valamivel több mint 100 millió forintért tudta megvásárolni a klinikai központ, és használja mostantól a covidos betegek gyógyításában. Bár érthető okokból nem engedik be a sajtó képviselőit a pécsi koronavírus ellátóközpontba, a munkájukról szinte naponta hallunk híreket. Az orvosok, nővérek és minden munkatárs már lassan két éve küzd a Covid-járvány újabb és újabb hullámaival. A klinikai központ elnöke számukban foglalt össze kameránk előtt az elmúlt időszak megfeszített munkáját. Fényképek a koronavírus ellátóközpontból, csak így tudjuk megmutatni, milyen munka folyik ott. Azonban a klinikai központ elnöke összegezte az elmúlt másfél év tevékenységét a szívcentrumban az új eszközök átadása után. Így számokkal is érzékeltetni tudjuk, mekkora terhelés alatt vannak az egészségügyi dolgozók. 5-6 ezer járóbeteget, 5-6 ezer COVID-infektológiai beteget láttunk el, akik végül a klinikáinkon kaptak fekvőbetegellátást. Intenzív osztályon közel COVID-ellátás szempontjából több mint 1000 fő került ellátásra. A nagyszámok szempontjából létfontosságú a diagnosztika, a PCR diagnosztika, ebből közel 330 ezer diagnosztikai vizsgálat történt. Ebben vannak olyan tesztek, amik a régióból kerültek Pécsre, és itt értékelték ki azokat a munkatársak. Az oltásokról is beszélt Sebestyén Andor. Emellett említenék még egy számot, ami a COVID oltásokra vonatkozik. Ezek az oltások kezdete óta jelenleg egy jubileumi számhoz közelítenek, amit vélhetően a következő napokban el is fogunk érni. Ez a 250 ezredik oltáshoz közeledik. Néhány nap múlva érik el ezt az oltási számot. Ez is jól mutatja, hogy milyen intenzitással veszik fel a vakcinát a baranyaiak, mondja a klinikai központ elnöke. Somogyba érkezett meg idén az ország első gólyája. Kele már második évet ér vissza Vörsre, hogy birtokba vegye a családi fészket. A fehér gólyáink gond nélkül, ha tudnak kajálni, tehát tudják fűteni a szervezetüket, akkor gond nélkül kibírják a mínusz 20-25 fokos éjszakákat is. Messze van még a gólyák tavaszi vonulásának időpontja, azonban mégis minden évben találkozhatunk egy-egy gólyával, aki a téli hónapokban tér vissza hazánkba. Idén az ország első gólyája január 24-én érkezett meg a Somogy megyei Vörsre. Nem lehet még egyértelműen kijelenteni, hogy a klímaváltozás az egyetlen oka annak, hogy ezek a gólyák itthon törnek, hiszen hidegek vannak, de azt gondolom, hogy azért ez most már megkockáztatható. Ugye a madarak és az állatok számára a télnek nem a hidege a legnagyobb probléma, hanem a hótakaró. Tehát, ha a hótakaró borítja a tájat, akkor nem tudnak táplálkozni például a gólyák sem. A gólyák magyarországi áttelelésére több mint 10 évvel ezelőtt lettek figyelmesek a szakemberek. Senki nem kényszerítette ezt a madarat arra, hogy ilyen korán érkezzen, és hogy itt maradjon, hogyha nem érzi jól magát. Ilyenkor az áttelő vagy korán érkező fehér gólyák, amíg a rovarvilág fel nem éled, kis rágcsálókat, egereket, pockokat fognak, és gond nélkül túl fogják élni ezt a télből még hátralévő egy-másfél hónapot.
Az őszi és a tavaszi vonulás felerősödése két nemzeti ünnepünkhöz köthető, március 15-éhez és augusztus 20-ához. Amikor visszajönnek, mindig az előző évi fészkükhöz térnek vissza, amiket olyan stabilra építenek, hogy akár évtizedeken keresztül is megmarad. Hazánkban van olyan fészek is, ami már több mint 100 éves. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon állása elvesztésével fenyegette meg a jegyzőt az ÉSZ képviselője. Átadták a német házat Bátaszéken, közel 30 millió forintból újították fel az épület részt. Fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet a rendőrség, több baleset is történt hétvégén Tolna megye útjain. Befejeződött az Asa csarnok felújítása, 800 millió forintból valósult meg a beruházás. Kedden újabb hidegfront alakítja időjárásunkat, a Dunántúlon és a középső ország részben viharos 50-60 km per órás lökésekkel kísért északnyugati szélre van kilátás változó felhőzettel. Észak egy meleg front érkezik térségünkbe, és az átmenetileg mérséklődő légmozgást követően viharossá fokozódik a délnyugatira forduló szél. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!